Sziasztok, én Bence vagyok, és ez itt az EFC 24 Akadémia Legendák Forest Green Rover sorozat 10. része, és aki figyelte a Community tabet, az tudja, hogy másmilyen körülmények között érkezik ez az epizód, és másmilyen setupban, és hogyha egy kicsit távoli hangzásom van, az azért van, mert mikrofon állványom még jelenleg állapotban nincs, az még úton van ide. És egy ilyen első videóként itt ebben a felépítésben kicsit tele lesz nem hibákkal, hanem mellélövésekkel. De hol fejeztük be a sorozatot legutóbb? Február 10-én játszunk a Newport ellen, szóval akkor ebben az epizódban be is fogjuk fejezni februárt. Newport, MK Dons és Colchester lesz az utolsó három mérkőzésünk februárban, mert aztán kezdjük márciust, ahol már egyre több mérkőzéseink lesznek, és rá fogunk fordulni az utolsó két hónapra. Májusban már nincsenek League 2 mérkőzések, április 21-én van vége a szezonnak nekünk a Sutton United ellen. Egy tesztpéldány érkezik a Newport elleni mérkőzésre. Mike Morrow fog csatát játszani, mivel Ali is, Menza is, Cech is fitness szint elfogadottság alatt vannak, így Mike Morrow lesz Montoyával a csatárpáros. Forrest Brown Graf, Herman Duarte Acuña, Contreras, Smith, Morrow, Montoya, Ramirez, Newport County, Forest Green Rovers. Evans, Wood, még egyel tovább, Bogle mellé, Bonswell, Bonswell lágyom, középre Evans, és Forrest bevédi. Hát azt hittem, az Forrestnek megvan, de nem, bevédte a Newport County lövést. 1-0 a hazaiaknak a 20. percben. Evans. Kicsit össze vagyunk zavarodva. Hátul Forrest. És azt Graf beér és végig csorgatja az alapvonalon. Bonswell. Graf. Nem a legjobb helyre. Charles Lee. Forrest. Duarte rárugja Bogle-re. És ebből még több probléma lehet oldalháló. Bogle jól veszi át. 2-0. Nincs benne ebben a mérkőzésben, hogy mi itt elhozunk valamit. Bogle goljával 2-0 Newport. Egyszerűen minden egyes labda visszapattan hozzájuk. Még a mi passzaink is. Bennett. Az egy jó labda, meg Loughlin mellé. Okay, a Menza Morrow csere az már megtörtént 15 perce. Can we get rid of that? Charles Lee. Forrest azt érdekesen szedte onnan ki. Joshua Menza. Menza lő egyet! De nem talál kaput se vele. Montoya, talán még egy akció érkezhet. Montoya labdája nagyon erős, Menza nem fogja beérni. És ebből 3 pont lesz a Newport County-nak. Ebben a meccsben nem igazán volt benne az, hogy mi itt bármit is elhozunk a Newport County otthonából. És hát be is igazolódott a meccsképe. 2-0-ra nyer a Newport County. És nekünk ez az első vereségünk egy elég hosszú idő óta. A vége Newport County 2, Forest Green Rovers 0. A második helyezett MK Dons a következő ellenfelünk, akikhez képest mi 9 ponttal vagyunk elmaradva. Így fogunk felni az MK Dons ellen. Forest Brown, Graf, Kühn, McManus, Wawrzyniak, Price, Cabrera, Cech, Menza, Ramirez, Forest Green Rovers, MK Dons. Cech. Richard Cech, Menza feltartja az ember, Cech! Ha a Newport ellen nem ment, menjen az előttünk lévő MK Dons ellen. 9. perc Richard Cech goljával, 1-0 Forrest. Ki a jobb szélre? Norman. Norman! Forrest biztonság kedvéért fölé öklözi. Ibrahim Price. Price teker! Fölé! És a Menza, Richard Cech jól veszi át. Richard! Hirtelen akartam kimondani a MK Dons kapus nevét, de mire eljutottam volna adáig, már elfelejtettem. Payne. Még mindig Payne. És nagyon elidőzi. Hát azt nagyon elrontotta az MK Dons támadó. Mert abból lehetett volna több is. Ha azt nem viszi folyamatosan magával, hanem valamit kezd azzal a labdával. Norman. Léko, kezdünk fáradni. Nem igazán vagyunk olyan nagy intenzitással így 70 perc után, mint az első 30-ban. MK Dons szöglet. Gilby. Léko! Forrest! Ramirez.
lesz-e ember, akinek be lehetne esetleg dobni. Van. Menza. Gyönyörű Joshua Menza. Tehát veszítünk olyan helyeken, ahol nem igazán illene. Forrest! Az képest, hogy defenzívan vagyunk, elég sokan borulunk előre. És ebből lehet, hogy probléma is lesz. Léko! That! Hát ez narancssárga nekem. Sporinak sárga. Matthias Graf kerül be a Spori könyvébe. Pár másodperccel a vége előtt. Payne! Menza elfejeli. Smith leveszi, elrugja, és itt a vége. 1-0-ra verjük az MK Donst Richard Cseh góljával. Egy nagyon szoros és cagey mérkőzésen. De 3 pontot lopunk a Donsttól, ami azt jelenti, hogy most már csak 6 ponttal vagyunk a második hely mögött. A vége, Forest Green Rovers 1, MK Donst 0. Valamennyire visszaállunk a klasszikus kezdő 11-re, az epizód utolsó mérkőzésére. A Colchester ellen Forrest Duarte, Herman Kühn, McManus, Acuña, Price, Cabrera, Cech, Menza, Ramirez, Colchester, Forrest Green Rovers. Tovide. Hát ez nem kezdődik jól. Jens Hermann eladja a labdát a saját tér felén, és aztán kiállítatja magát. César Rivero láthatóan frusztrált. 88 plusz hosszabbítás percet fogunk emberhátrányban játszani. Now, Colchester szabadrugás in the meantime. Reed és meg ilyen állnak ott. Reed felé! Gyönyörű labda. Hopper! Samuel Forrest hogy tartott minket itt életben? Colchester szöglet. Meg ilyen. Miranda gól. Ez itt a Colchester. 18 perc és egy Forrest kiállítás kellett a Colchesternek. De megszerzik a vezetést. 1-0. Knezevic. Acuña. Menzával nem tudom mi történt, de bukfencezett egyet. Tovide. Tovide! Forrest löki el, és Duarte még beéri. Ekkor megpróbálja hátra sarkazni, de így is úgyis megverte Duartét. Arra meg nem tudom, hogy Forrest hova esett. 34. perc. Hopper góljával 2-0 Colchester. Ramirez. Helyzet. Ramirez! Nagyon mellé. Santiago Acuña. Knezevic. Petar Knezevic. 2-1. 15 másodperc az első félidő vége előtt, Petar Knezevic talál be. Azt lehet mondani, hogy szinte a semmiből. 2-1. Ramirez indítja Menzát, és ott kezdhetjük a második félidőt, ahol az elsőt abba hagytuk. Menza keresztbe. Cabrera! Mondhattam volna, hogy Kelleher a vonalról, de nem is volt a vonalon a Colchester védő. Price szerez labdát, Menza. Acuña. Santiago! Szöglet! Na itt legyünk észnél, Tovide megint Forrest kapujára tör. Kisodródik a szélre. Be középre! Én azt hittem, az Hopper befejelte. Marad a 2-1. És most van nagyon nagy létszámfölnyben a Colchester. Hopper fölé lövi. Talisson felborítja. Akkor annak legalább sárga kéne lenni a Don't You Think. Miért játszik Graf csatárt? Kühn. Nagyon jól találja meg Ramirezt, és nem volt les, de a lövés nem volt jó. Hát ez egy arany lehetőség volt, amivel nem hiszem, hogy fogunk kapni még túl sokat. Hopper! Forrest! Menza! Középre, Montoya! Alberto Montoya! Van egy olyan érzésem, hogy ebből elhozunk egy pontot, és legyen is igazam. Ibrahim Price! Menza felé! Talán az utolsó lehetőségek egyike érkezik. Smith, a hosszún van, Forrest ember. Ramirez mellel! Smith fejeli vissza, Menza. Joshua Menza. Szöglet, 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 szöglet. Jönni fog-e? Ott van Samuel Forrest, Samuel Forrest. Ramirez. Forrest nem is lehetett ráválasztani.
Hát lett volna esélyünk, hogy 10 emberrel hozzunk el egy pontot a Colchester ellen, mert a második félidőben azt akartam mondani, hogy egyértelműen mi voltunk a jobb csapat, de voltak Colchester helyzetek, és nagyon simán nyerhettek volna 3-4-5-1-re is. De nekünk is voltak helyzeteink, főleg itt a végén, a végjátékban. Hát ezzel egy Jens Hermann eltiltás, és egy 0 pontos mérkőzés. Így megyünk haza. A vége Colchester 2, Forest Green Rovers 1. És akkor ezt az epizódot ugyanúgy a harmadik helyen fejezzük be, még automatikus promóció helyen, 2 ponttal a Salford City előtt, és 7-tel az MK Dons mögött, szóval az a 6 pont, amire lefaragtuk a hátrányunkat, az megint felugrott, most nem annyira drasztikusan, de 7 pontra vagyunk az MK Dons-tól. A Stockport az már nagyon messze van, az 13 pont. Azt nem hiszem, hogy utol fogjuk érni a Stockport County-t. Az MK Dons az lehet, hogy utol fogja őket érni, mert nekik még 2 mérkőzésük van a Stockporthoz képest, de nekünk most nem a Stockport az, aki a célkeresztben van. De ennyi volt a 10. rész, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Én Bence voltam, és legközelebb, remélhetőleg már teljes setup-pal fogok érkezni, és minden a helyén lesz ebben az új körülményben. Sziasztok! With a taste of your lips.